Vendégünk van itt a stúdióban, és nem tudom, mi az, ami leégeti az arcomat, de balra nézek, és látom, hogy egy rezsót sikerült így robbantani, ami csak azért jó, mert az orrszőröm is kezd meggyulladni. Minden egyben. Igen? Megtudjátok, hogy hogy szenvednek a nők. Miért, te mindig egy rezsóval jársz mindenhova? Vagy hát, majdnem. Vagy már hőhullámaid vannak. Nincsenek. Zsigorné Kati a vendégünk, aki többek között tojásfestő, jól mondom? Igen, igen. Jó, azért azon tény, bocsánat, azon tény mellett nem menjünk el, hogy Kati dubajozni szokott. Nézd meg, mi van a névjegykártyán. Igen, hát az, ott ebédelt az a burzsel arabba. Az a burzsel. Igen. Várj, akkor nem egyforma névjegykártyák, mert nekem egy ilyen matyóhímzéses fal előtt állt dolgász. Mondom, hát mi, hogy szoktál dubajozni, hogy egy matyóhímzéses fal előtt állt? Ja, burzsel arab, persze. Neked is kellett messzelenül egyébként golflabdákat elkapnod, amit a sejkek rád lövöldöztek? Volt ilyen? Hát azért nem, de a sejkeket kellett tanítanom festeni. Komolyan? Így van. Tényleg? És meg is hívtak, úgyhogy aranyal patkolhatnám kint a tojást. És gyönyörű szállodában. Az milyen, hogy kiviszed a patkolt tojást, amit te ugye fénpatkóval csinálsz, és nézi a sejk, és azt igen, mondja, Katika, igen, nem igen. Rossz ez, nem rossz ez, tudjuk egy gyémántszeggel aranyjal csinálni. Ez így volt, ez tényleg így volt. Hagyjuk a Swarovskit, hintsük be aranyporral, tegyünk rá gyémántot, és tegyünk rá még egy kis fehér arany tetőt. A tojásdíszítés királynője, hát mintha az én névjegykártyám lenne, csak ugye a tojásdíszítés helyett valami más lenne. Tetszik ez a fajta szerénység, ebben közösek vagyunk. Hát így apostrofálod magad? Abszolút nem. Hát azért nem. Vagy hát azért ennyire mondja. Ez nem, hát a média ragasztotta rám. Fábri például a showba az ország nyusziának hívott. Nem rossz. Oh, hát mindig egy nagy humorista volt ez a Sanyi. De a húsvét nagykövetének is hívnak. Tehát ezek mind azt gondolom csak ilyen. Az, hogy népi iparművész vagyok, az tény és való. Igen, népi iparművész, mennyezetfestő. Igen, a művészetek nyolcágát művelem. Azt a és a lakásom is egy népművészet. Tehát egy népi lakásba élek. Minden magyar családnak ilyen lakást hengerelt kívánok. Hengerelt fal nagyon fogadjunk. Gyönyörű. Hengerelt fal van. Nem, azért az nem. Azt nem, hittem. Nem. De viszont a mennyezet ki van festve. Na. Gyönyörű rozettásra, tehát a fal ki van pingálva, gyönyörű rizselt terítők, meg a ruhám is látott. Tehát... Azt a mindenit. Igen, nézem, minden. Nagyon, nagyon tehát autentikus. Tehát én ebbe élek a népművészetben, nem csak hirdetem, hanem szeretem, benne vagyok, és élvezem. Na és mit szólsz ez a felborult világhoz, hogy itt már pénzért locsolnak a fiatalok? Hát milyen szörnyű világ ez, ugye? Fúj. Hát ez tényleg az, ez ugye? Tényleg, mert hogy nem ez a húsvét üzenete, hanem az, hogy találkozzunk, nem is az evés, ivás, jól berúgunk, meg. Kicsit ilyen irányba mi toltuk el az elmúlt 50 évben, tehát nézek Ferire kérdőn. Én nekem igen. Tetszik. De hanem találkozzunk. Igen. Tehát ez arról szól, és nem pedig nem akkor kell elutazni se sehova. Jó, de ha magyar emberek találkoznak, akkor csak esznek, isznak valamit, nem? Hát, most hogy nem mondjam, mondasz, hogy a sonka, meg nálad nincs sonka, meg tojás? Van, ugye? De azért közel 300-an meglocsolnak, azért ha mindenkit megkínálok, az azért... Közel 300-an locsolnak. Igen, a világ összes tájáról jönnek hozzám locsolkodni. És ez mit jelent? Óránkénti hajmosást, vagy egyszer ebbe egy beleugrasz? Hát most azért vagyunk itt, hogy megtanítsuk a hölgyeket. Hogy locsolják meg őket, illetve a férfiakat. A nőket, hogy engedjék magukat meglocsolni a férfiakat, meg hogy kell locsolkodni. Na, hogy kell, tessék, ott állok kicsiny feleségem előtt, igen. Fogom gyermekem kezét, aki készült locsolóversenyre, ami egyébként baromi megható, ott állunk kette, hogy locsolják. Hát remélem a műsor végén ott álltok előttem és meglocsoltok, mert hoztam nektek tojást, úgyhogy azt el nem kapjátok. De én péntek, hanem, nem locsolunk. Nem locsoltok meg. Hát igen, ez igaz, de ha tojást akarsz, kénytelen vagy pénteken bevágódni nálam és meglocsolni. Aha. Kell valamit mondani? Fel igen. Kell vezetni? Na most a locsolkodásnak vannak szabályai. Tehát például az, hogy először az időseket illik meglocsolni, 10 percnél tovább nem illik maradni, idegeneket nem illik meglocsolni, de engem igen. Nálunk legidősebb a nagymamám, vagy a dédnagymamám az urnába fönt a polcon. Őt kell. Jó. Jó, nem, hát van egy pici, na, hát szódásüveg van a dédi nálunk a falon. Hát most oda megyek dédikém, te jó lenne, ha itt lennél. Nem, várjál, szódásüveggel le tudod spriccelni. Igen, ő kérte, hogy legyen ott köztünk. Hát a szódásüveg nem rossz, mert azért régen úgy volt, hogy leöntözték, lefogták a lányt, és lányokat lefogták, és vödörből is hideg vízzel, és akkor meg is betegedt. Nálunk a családi rendezvény legizgalmasabb pillanat, amikor a macska fönt van a polcon, és áll a dédi mellett. Mondod, de így lelocsold a feleséget, de engem se. Gyere le onnan. Tehát a következő, igen? Így van. Tessék. Tehát idegent nem illik, ott tartottunk, de engem illik. A világ összes tájáról jönnek. Te szereted. Kecskemét megy utca. Ja, ezt be is mondod, hogy ott laksz. Lehet menni locsolni. Lehet, és mindenki kap egy
egy gyönyörű egyedi tojást. Hoztam nektek egy valamit, na, majd ők olyan egyedi van, hogy csak nem. Oh, hogy látnád az enyémet. Pontos. Na, mit hoztál? Ezek közül lehet válogatni, hogy milyen tojást szeretne. De drága, feliratok vannak a tojáson? Vagy, nem, vagy egy tojás szimbolizál valami? Pont erről van szó. Tehát, ugye hogy nem te melyiket, nem azért majd szakértővel állok szemben. Kicsit meglepődtél, hogy ennyire okos vagyok, ugye? Igen, éreztem, hogy egy elakadt a szabad. Igen, éreztem. Szóval... Vigyázok, hogy te melyiket választanád. Uh-huh. És akkor tehát a férjemmel nekünk van egyelünk, úgyhogy de mindenki más szeretne. Mi a ti jeletek? Majd mesélje csak. A mi jelünk, az mindjárt mondom egymásba neked, hogy az életünk rendbe menjen. Ó, tehát ugye, hogy a természet halad, a nappaluk és az éjszakát következnek. Ennek gyönyörű jele van. De például otthon, ha eljössz hozzám, húsvétkor locsolkodni, eljöttök. Kecskemét megy utca, úgy van, ott vagyunk. Akkor, ahogy bejössz a kövön, a járólapon, így van. Egy hatalmas nagy páva van. Egy páva. Mert minden motivumnak jelentése van. Páva? Hát élő páva, én festettem oda. Jó, festett páva. Egy páva vár minket. Aha. Mert minden motivumnak jelentése van, a könyveim 3 könyvem jelent meg. Na, kis promó. Na, de igen, jó, ugye, de az nem baj. Nincs már belőle nagyon, úgyhogy nem nagyon promó volt, sajna. És tehát a motivumoknak jelentése van. És a páva mit jelent? Például a páva, tehát soha nem a motivum van a csoda, hanem bennünk. A motivum figyelmeztet bennünket arra, hogy mit szeretnénk elérni az életben. Tehát amilyen jelet kérsz, nekem szülőként a gyermekét védelmező szülő jele, igen, ezt sajnos ezt ki kell választani. Az egy tulipán. Ha olyat fogsz, akkor majd szépen írókázni mindjárt. Jó, írókázni? Én majd segítek neked. Írókázni az megvan, ebből a Ferinél holnap már csak rókázás. Ezt ma még írókázunk. Nagyon jó. Amit viszont a férfiak csináltak régen. Látnál engem, én úgy karcolok, könyvbe lábadna a szemed. Figyelj, olyan régen vagyok, mint még most már csak egyfelé karcol, régen úgy karcolok. Most már azért ugye hát így szép házasság után, de ha karcolok, olyat karcolok, hogy azt még te is megkönnyezed. A locsolkodásnál tartottunk, hogy fogsz engem meglocsolni. Na, a végén, hogy fogtok. Tehát van egy kis tálka, egy edény, ami fölé tartjuk a kezünket, a kézfejünket, és arra öntenek egy pár csepp vizet. Tiszta vizet. Tehát úgy locsolkodunk, ahogy őseink tették, és ahogy a virágokat szokás, tiszta vízzel, mert a locsolkodás jelentése az, hogy termékeny legyen a hölgy, fiatal, friss, üdén maradjon. És az csak és mindig csak a kézre, lehet. És tiszta vízre. És pár cseppet. Aha. Így tehát van. Ez a kölnis, impulszdezodoros, megtalálós, 8x4-es előkaparós. Tehát nagyon ez szeretem a parfümöt, de ebbe az esetben engem senki úgy nem locsol meg. Na most mi a Velencei tó partján fogjuk tölteni a húsvétot, az korszerű, ha az egész család összes nőtagját belevágom a vízbe. Ha nekem szimpatikus. És ha örülnek, gyertek akkor... Gyertek, kisijeim! Igen, nincs jobb egy 8 fokos íze. Apa, megy előre! Apa, megy előre! Szép leci. Mutattam az utat. A víznek varázsereje van. Ez és a lányok beleteszik a piros tojást a fürdővízükbe, hogy szebbek legyenek tőle. Igen, meg ugye azért vidéken is megy a hagyomány, hogy vízzel, vödörből, tűzoltó kocsiból, tűzcsapról, igen. Tehát ez a kölnis dolog, ez egy ilyen elferdült, elkorcsosult nagyon, valaminek. És nagyon sok nő nem tudja, hogy van más formája is, és ezért is félnek a locsolkodástól. Na, mit csinálunk mi most? Tojáspatkolunk? Vagy mivel készültél nekünk? Mert ez a rezsó lassan tényleg most már a mellszőrömet kezd így kapargatni, tehát nem baj, ha a 10-es fokozatot 4-esre kapcsoljuk. Ha én kibírom, jó, igen, de te hozzá vagy ilyen szokva, neked ez még kicsit tetszik is. Bruttó 60 fok körül kezd itt lenni most már a stúdióban, hogy mit csinálunk? Mit csinálunk? Drága Kati, mondj valami. Fogtok egy ilyen, mi ez szerinted? Ez egy hosszabb fogpiszkálóhoz hasonló, igen, ilyen kis vékony kis... Feritejössz. Uh-huh. Mi, kis szerzemény. Hát ide hozzánk. Ja. Gyere csak ide. Na most ezt nem használjuk. Az egy ilyen kis kalapátszerű. Ez egy íróka, és nem használjuk. Fogtatok már tojást? Kati, az a kérdés, te fogtál-e, Kati? Az a kérdés, Kati, nem az, hogy mi fogtunk-e. Igen, és? Ne arra, hogy selejtes, tehát Lukas tojást. Csak mondom, Kati kezünkbe adott két... Kis fújhatjuk, ha akarjátok, az nem lesz semmi. Hogy mit csináljunk? Egy kis jó tojásfújás. Hát gyere, Katikám, légy a vendégem. Katikám, hát nagyon tetszik, hogy így be vagy indulva. Tudod, Balázs, erre mit mondok neked? Nem tudom, azt, de azt gondolom, ma este kimenőt kérek.
Igen. Megjegyeztem a címet, Kecskemét. Ilyen őszintén ezt még nő nem kérdezte tőlem. Én kifújom a te tojásodat, ha előtt egy ekkora tűvel felszúrhatom, meg előtte Kati, azt most kezdett el igazán érdekelni. Szeretni csak tegyél be egy 4x4 méteres ketrecbe, és üssél valamivel. Szóval, Kati adott nekünk 2 darab tojást, ami már ki van fújva, ez a tojás fehér. És milyen tojás? Szerinted sattok? Szerintem ez lúd. Hát nem. Na. Hát nem, ez kacsa tojás. Kaja, kacsa. Aha. Így van. És akkor a lúdnak van tojás a fej. Van? Ja. Igen. Kati elkezdett egy kis lábosba, szerintem szójaszószt. Kávénak szokták mondani. Micsoda? Kávénak. Ja, kávé, bocsánat. Jó, hát kicsit japán vonalon utazunk, szóval szójaszószt mártogatni. Nem, ez nem jók így, és szépen egy egyenes vonalat húz a tojáson. Igen, így van. Aha. Így van. Ez egy nagyon-nagyon szép legyen. Feri, úgy fogd, ahogy én, légy szíves. Mi? De már úgy fogom, de hogy én akarom a tojáson. Nem, hát én most tanítalak. Otthon mindig úgy foghatod, ahogy akarod. De most tanulj tőlem. Figyelj, Feri, úgy fogd, ahogy Kati, a rutinnal és figyelj, a szakma szeretetével. Ne fogd neki, amíg nem nézted meg, hogy hogy csinálom, mert eleve rossz, ahogy fogod. Igen. És egyebek. Már ez a maga a festés, már, Kati, amit csinálunk? Így aha. Van, nézd, csak látod, itt megtámasztom. Gyönyörűen festesz egyébként. Tényleg? Most annyira remeg a kezem a nevetésre. Sose baj, Kati, sose baj. Ja, de hidd el, hogy van az, amikor... Balázs, hát ne beszélj, hanem beszélj, te is vagy legalábbis közben. Te ebbe professzor vagy, hogy beszélsz is. Hát ez. Igen. Figyelj! És ez sima tojás festék, Kati? Csak segítsünk azoknak, nem, akik... Ez nem, ez méhviasz. Méhviasz. Igen, aha. És ezt lehet méhészboltba kapni. Egy jó méhészbolt. Hát világos, úgy kezdjük. Na most lélegezzél, igen, Ferire ráömlött a tojásfesték. Lélegezzek mélyeket, Kati? Igen, mert egész. Te ilyen tantrikus vonalon utazol? Tetszik nekem, egyre jobban. Lélegezzél mélyeket. Kíváncsi vagyok, hogy... Ez egészséges a szervezet. Az nagyon, az egy jó jóga légzés, Kati, ne butass. Hát, hogyha fújsz is, akkor... Igen? A másik pedig... Régen, ugye, amikor majd befessük ezt a tojást, most itt veletek nem. Igen, hát egy köz, igen. Otthon ez... esetleg a feleséged befestheti, amit csinálsz, igen? És semmit nem csináltál. Semmit, mert annyira mágikus vagy, hogy megígéztél, de én nézlek letöröl, téged. Igen? Letörülik ezt a viaszt, amikor a festésnek vége, és... azt a ruhát elégették, és a fülüket azzal gyógyították. Akkor mivel az elégett hogy? Ruhát betömködöd a ez fület? Viaszos ruha. És akkor ja, jobban tették a jó, de nem viasz gyertya. Aha, pontosan, de jó. És ez hatásos is. Na most pontosan, tehát ez elmúlt fél órában kenem ezt a hart, és semmit. Egyszer, negyed centit nem semmit. Hallottam. Feri konkrétan semmit, én pedig nézlek, de viszont a te kezedben, ami születik, az egyre szebb. Az hát azért nem. Azért ebben nagy rutinod van. Majd mutatok neked szebbet, meg otthon a kiállításomban, abban van szép. Éven, te hányat festesz körülbelül? Mert egymillió forintos tojás is van benne. Oh. Tehát azért a világ 5 legjobbja közé választottak. Ez reméljük nem nálad Kecskemétben a Megy utcában, mert 4-en elindultak felét betörni jelen pillanatban azonnal. Tehát, hogy azért ezt így jó, ha megjegyezünk. Gyerekek, én kész vagyok, megcsináltam, ezt nézd meg, mit csináltam. A Feri rápingálta a tojásra, hogy MS. Ez most igen, vagy MS mester. És mit kellett volna rápingálni? Mit? Ezt a jelet. A gyermekáldás jelét, illetve... Azt neked kellett volna. Igen. Ez a nap motívuma, tehát itt nagyon van középütt szép. A föld, és körbejárja a földünket a nap. Aha. És amikor elkezdem csinálni a tojást, figyelsz rám, Balázs, feszülten. Feszülten, de se tudom menni rólad a szemem. Igen. Védi a tojásait közben, tudod? Igen. Nehogy semmi baj éppen legyen. A nyúltagyam pörkölődik a rezsótól, de ne törődj bele. Igen. Én nem mondtam nektek előre, na. De itt verseny lesz köztetek. Igen? Igen, és úgy látom, hogy Feri harad, úgyhogy a karcolásnál most... Igen. Tehát itt, figyelj, itt van a föld, igen? Ide rajzolom, és akkor aha. Ahogy körbe, látod, egy újjá rajzolom az egész világ egyetemet. Persze, ne viccelj, az én tojásomra a tejútrendszer is ráfér, Kati, úgyhogy amit akarsz. De nagyon szép, mi a gyermek motivumot ad majd oda nekem, mert én azt hazavinném, jó. Hogy én szeretném védeni a kis gyermekemet. Úgyhogy az, melyik a gyerek motivum? A gyerek motivum. Az most nincs, az a Balázsnak kellett volna egy gyerek. Jó. Eljött de egy majd gyerek motivum nélkül. Majd most karcolsz egyet. Karcolsz nekem egyet a hírek alatt? Igen. Jó. Drága hallgatók, nem elfelejteni, hogy gyermekek jelentkezését várjuk. Volt egy csomó, csak Kati temperamentuma és vehemenciája egész egyszerűen lenyűgöző, úgyhogy lehet még jelentkezni gyerekeknek, jó? Elsősorban, hogy hallgassunk egy-két locsoló verset, 555-55-00. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en.
vendégünk van itt a stúdióban, a népi iparművész, a tojás díszítés királynője. Gyerekek, hát ne túlozzunk, olyan csodákat mutat itt nekünk Kati, hogy valami elképesztő. Van nálam egy kölni süveg métereset spriccel, mivel ilyen rakoncátlan lezártam egy slitzel. Aj, te locsoló bajnok! Szörnyűek ezek a versek, nem? Kati, mit szólsz? Hát, nem szörnyűek. Szoktak nekem is mondani pikánsat. Igen? Így van, de hát a szabályban az is benne van, hogy felnőttnek nem szabad verset mondani. Már hogy a felnőtt férfi nem mondhat verset? Pontosan, csak jó kívánságot, a gyerekeknek illik verset mondani. Aha. Persze én azért örülök, ha mondanak nekem verset. Valószínűleg pont ezért van ez a szabály, mert csak ilyen disznóságokat mondunk már mi felnőtt férfiak. Arról beszélgetünk itt a hírek alatt, hogy Dubájban van a tojásfestés világversenye. Hát azért ugye ez egy keresztény ünnep, hát ugye tudjuk, hogy Dubáj azért nem erre felé orientálódik, tehát igen, ezt nem is értem, igen, ezt az árukapcsolást. Igen, nagyon jó a gondolatod, és teljesen igazad van, viszont tudjuk, hogy Dubáj a legek városa, és ott engem azért írtak meg, mert különleges egyedi tojásokat készítek. A világon egyedülállóakat, tehát faragom a tojás, Leonardo utolsó vacsoráját tojásére faragtam. De azért valljuk be, hogy közel 30 technikával dolgozom, és a 29-et így megcsinálom, és egynél remeg a lábam, melyik az? A faragás. Hát, melyik az utolsó vacsorát érve, azt csak a Stadler tudta föltenni, hogy az én falra emlékszem. Igen, az nagyon, nagyon szép volt. Őket ez érdekelte. Tehát, ahogy beszéltük az ember, aranyjal patkolni a tojást. Mutattál itt nekem egy Ez mit mondtál erről? Négy technikás, ami azt jelenti, hogy ugye ki van fújva, úgy van egy, festve van, igen, patkolva van, így van, és a negyediket nem fogom tudni. Karcolva van. És még akkor hat, mert a fújást nem számoljuk, mert ja, az fújást nem számoljuk. Ja, egy jó fújás az. Igen. Ki az, aki egy fújást beleszámol, nem Kati? A semmi. Tehát ez a 6 technikás tojás. 5. Szép volt, Bali, megint. Mi a csúcs? Hány technikát lehet fölvinni egy tojással? Hát, mivel a közel 30-szal dolgozok, tehát akár ilyet is tudnék csinálni, Isten. És tervemben között is szerepel, hogy csinálok tehát ez nagyon... Aha. Imádom a kihívásokat. Tehát valahogy az idén olyan megrendeléseim voltak, mert idáig még soha nem, ami egyedi darabom. Uh-huh. Na most képzeld el, hogy oda jön egy vevő, és azt mondja, hogy mondjuk, hogy egy liba tojást készítsek el 120 ezer forint, és rám bízza. Akkor én két napig nem alszom. 120 ezer forintja van rá? Így van, egy liba tojásra. Egy liba tojásra. Na most én két napig akkor nem alszom. És abban a fújás is benne van ebben a pénzben. Ide figyelj, Feri, ha érdekel a fújás, itt van, én hoztam mindent hozzá, neki fogsz. Akkor ajánlom neked a torkos csütörtöket a Méta utcába, Feri. Figyelj, a férjed egyébként hogy bírja, hogy így pöröksz? Tehát nézlek téged olyan, pont vagy... Pont az ellenkezőm. Tehát elképesztő, egy diftériás csirke nem pörög ennyire, tényleg. Tehát, ő itt kint ül, és így halálosan nyugodt embernek tűnik. Kösz a hasonlatot, én mihez hasonlítsalak téged? Nagyon durva. Akarod? Egész évben így pöröksz, vagy csak a húsvéthoz ennyire lázban? Hát, ha érdekel valami, igen. Akkor ugye nem aludni hívtatok meg. Ez a fajta energia, ez elképesztő. Igen, egyébként a nagyjaink között is nagy tojásevők voltak. Képzeld el, hogy Bismarck, ő például ilyen faragott kanálkával kanalazta ki a tojást. Napóleon is akkor... Jó, hát neki tudjuk már, mi volt a baja. Handel. De a legnagyobb ki volt... Ki volt? A legnagyobb. Casanova. Ja, tényleg, ugye? Igen. Tojást nyomott minden. Így van. Fűtojást evett, és tucat szám. A és férfi ne felejtsük, Rocky Balboáról, aki minden reggel úgy indult, hogy feltört egy tojást. Miről kéne, hogy szóljon a húsvét szerinted? Vagy miről szól a legtöbb embernél, és ahelyett miről kéne, hogy szóljon? Szerintem, most hagyd ne soroljuk fel, hogy miről, a negatív dolgokat, inkább az, hogy miről kellene. Tehát arról kellene szólni, hogy otthon maradjunk, tehát a nők várják a locsolkodók, a férfiak menjenek el locsolkodni, és örömteli legyen a találkozás. A nők vegyék fel a legszebb ruhájukat, és várják a locsolkodókat. Én ilyenkor mindig rokfortos pogácsát sütök, és azzal kínálom meg. Ott előttük írókázom ezeket a tojásokat, ami egyedi darabok, és a kívánsága szerint, ahogy őseink tették, és vízzel locsolnak meg. De ez régen úgy volt, hogy én kértem, hogy milyen tojást kérek? Igen, lehetett mondani, és az író rögtön tudta. Csak a mostani férfiak ezt nem tudják, és ezért én egy nagy listát adok nekik, és onnan választhatnak, amit szeretnek, hogy jó vezetők akarnak lenni, vagy imádnák, hogyha a feleségük hűséges lenne. Vagy miért nézel így rám, Kati? Hát, és így rám mutatod. Mi a bajod a feleségük hűséges lenne, és így rám nézett, és rám mutatod. Tudsz valamit, Kati? Mit tudsz?
Tudsz valamit? Én már, akartam szólni nekem. Beszéljük meg, hogy nem most, ne rosd el a húsvétot, mert vannak terveink, mondd el kedden, csörög rám, mondd el kedden. Na, mindjárt folytatjuk, csak közben van egy hallgatónk. Dani, hello, jó reggelt! Sziasztok! Danikám, az első játékos vagy, ugye gyerekeknek versmondó, locsolkodó versmondó versenyt hirdettünk, egészen 9:30-ig, aki a leghelyesebbet, legaranyosabbat mondja, megszavazzák a hallgatók. Tehát Dani, írjuk föl, Dani 01. Igen, jó? Dani 01. Mert jönnek majd az SMS-ek 9:30-kor, hogy Dani 8, Peti 2, el kell döntenünk, hogy kinehez melyik vers tartozott. Oké, Danikám, készültél erre? Igen. Ez egy saját költemény, vagy egy régi vers, vagy apát tanított valamit, mert ő akarja az ajándékcsomagot? Hát igazából úgy mesélték nekem. Aha. Mesélték neked? Pajzán egy kicsit egyébként? Tessék? Pajzán? Olyan kis... Hát, kicsit humoros. Humoros. Aha. Na, Danikám, van már valaki, akit szeretnél meglocsolni? Egy csaj? Igen. Igen? Ki ő? Hogy hívják? Letti. Betty? Letti. 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 Az, mint letenye, mint Letti, vagy Letti? Tehát, mint csak, mint letenye lehet. Tehát Kovács Letti. Jó. Képzeld el, hogy ott áll előtted Letti. Oké? Okay? Megvan? Igen. Helyes csaj? Igen. Igen. Hogy ellágyult, de cuki vagy. Na, mit mondanál neki? Hogy szól a vers? Sivatagban megy a teve, tele van a tőke veled, meglocsolhatnak-e vele? Nagyon szép, nagyon szép, nagyon jó. Dani 01-el beírjuk. Hát hová tart ez a világ, ugye, Kati? Bizony. Ugye? Danikám, köszi! Ciao, puszilunk, hello! Azt írom hívó szónak, hogy tök, tevetök. 12 éves, én vártam tőle egy ilyen, itt jártam, ott jártam, gyere babám, milyen szép vagy, hajlócsőrök meg elé, sivatagba járt a teve, tele van a tök, nagyon szép, nagyon szép. Mondjuk el a lányoknak, hogy a tojással jósolni is lehet. Igen? Így van, fessenek egy szép tojást, tegyék a küszöbre, és megtudhatják, hogy milyen lesz a jövendőjük foglalkozása, mi lesz? De honnan tudod azt? Onnan, hogy aki legelőször belép azon a tojáson át, és amilyen a foglalkozása, olyan lesz a szerelmük foglalkozása is. Tehát lányok tegyék le, vagy még el nem kelt asszonykák a küszöbre? Lányok. 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 Aha, és aki először átlép. Igen, uh-huh. És amilyen a foglalkozása, olyan lesz a szerelmük foglalkozása is. De szép hagyomány. Hát uh-huh. Igen. És ez be szokott jönni? Hát én még nem próbáltam. Hát én 40 éve van egy szerelmem. Na de előtte nem tettél küszöbre tojást? Előtte nem tudtam én ezt a dolgot. De ez egy nagyon szép dolog. Igen, tehát én öregen tanultam ezt meg. Tehát 40 éves voltam, amikor is elkezdtem én ezt csinálni. És hát azóta. Mit gondoltok, hogy mi volt a legmeglepőbb ajándék a világba? Tojás ajándék. Tehát egy Rómába az 1960-as években egy pasi egy hatalmas tojást kapott, és benne volt élete szerelme egy manöken. A tojásban? Bizony, ahogy feltörte, és rögtön el is vette feleségül, de hát csak egy évig tartott a frit. Hát akkor ez egy mikromanöken volt. De megjött a nő egy tojásba? Vagy egy akkora tojás, amiben belefért a nő? Aha, az, amit Erika Elenyák a tortából. Erika Elenyák az úszó erődben, hát ott a 60-as években még tortából bukkant elő a nő. Na jól van. Akkor van még karcoljunk. Igen? Jó, karcolj közben, Kati, karcoljál, dolgozzál. De nem, te is fogsz most. Nincs kihúzás. Elvágja magát. De szeretem, hogy ilyen kis erőszakos vagy te. Összevagdossa magát. De szeretlek, hogy ilyen kis temperamentumos vagy. De közben van még egy hallgatónk. Szabi, aki 11 éves. Hello, Szabi. Sziasztok. Ó, Szabikám, hát valami nagyon szépet várunk tőled. Te akartál nevezni a versenyre, vagy apukád, vagy anyukád? Én. De, nagyon helyes. Van már leányzó? Hát még nincsen. Még nincsen. Persze. Hány éves vagy, Szabikám? 11. Na, nézzük akkor. Szabi 02, írd föl, légy szíves. Jó, Szabi 02. Hallgatunk. Van nálam egy méteres spriccel, mivel ilyen rakoncátlan lezártam egy sliccel. Hát ezt mondta a Feri az előbb. Ezt mondta a Feri az előbb. Jó, nem baj, szerettük. Elfogadjuk. Beírtuk, Szabi 02. Oké. Okay. Köszi, Szabikám, ciao. Minden gyerek pajzán locsoló versenyen? Hogy mert van ez, Kati? Biztosátok őket. Tessék? Biztosátok. Nem mondtuk semmit. De mi azt mondtuk, semmit, hogy mondhat bármit? Vagy pajzán mondtunk? Hát azt mondtad, hogy mindent, ami belefér és közfélyes és egyebek. Figyeltelek. Na akkor mit mondjak? Akkor szép, hagyományőrző. Hát szeretnénk már egy olyat is. Egy hagyományőrző. Te tudsz verset egyébként nőként. De egyet mondják, egy szépen. Na.
Nem, mert ez a zöld erdő. Nyuszi anyu, épp az előbb nyuszi, várj, erre szavak. Aha. Titokba, azt mesélte, hogy a házba piros. Nem, nekem kell mondani. Ez igaz. Egyébként ez igaz? Miért adtál a kezembe egy ilyen schnitzert? Hát ezzel fogunk karcolni. Ja, ezzel fogunk karcolni. Karcolgassatok, persze, nyugodtan figyelek. Mert már te a viaszolással letudtad a dolgokat. Egyrészt, másrészt meg én leszek az, aki fölítatja a vért, nézd meg. Figyelek, hogy Katja, nem tudok nem rád figyelni. Igen. Igen. És akkor itt szépen. Uh-huh. Itt ez nem egy... úgy van, hogy csak karcolgat. És az a lényeg, hogy ne szorítsd. Nem szorítom. Melyiket, a tojást vagy a karcolót? Én már a B betűnél tartok, mert nyilván a saját monogramomat karcolom. Ez B. És utána ezt valamiben megszínezzük, és akkor a karcolásnál... Van a szín rajta. Nem, most a színt szeded le a karcolással. Aha. Hát még azért ebben van hova fejlődnöm. Ez ja, jó, hát igen, Kati, jó, hát ott van azért egy finom előny. Add már ide, ezért a schnitzer. Oké, közben egyébként jöhet a hármas ugrás játékosunk, mert itt többféle fronton zajlanak most az események. Olyan vagyunk, mint egy osztály, akinél már fönt van az OIO, CIO, ATIO, KCIO, nem? Már csak a V betű kezd fölkerülni, vagy a V betű kerül föl pillanatokon belül, és kitör a vakáció.